volt? Az itt ne üvölts, Benny, ne üvölts! Vagy keresek neked valami ennivalót, jó? Hát találtam is! Volna, Benny. El akarta venni a szendvicsemet. Ízlik? Még. Jaj, nekem. Jó, majd megnézem, mit tehetek. Gyere ide! Én tófinom volt, és utána mi lesz? Semmi? Jó van már, na, te feneketlen bendőjű. Itt várj! Almatorta, Benny imádja. Picit nehéz lesz elcipelni. Ha törjem a fejem, mégiscsak el kell cipelni. Ez nehezebb, mint hittem volna. Jaj! Kaját, éhes vagyok. Kajaszagot érzek. Kaját! Enne, Benny, moderáld magad. Enni akarok. Kaját! Gyere, Benny, most talán megszerezhetjük a többi kaját is. Szerezzük, sok-sok kaja, sok-sok, nom-nom-nom-nom-nom-nom. Itt van minden. Szép kaja, szép, nom-nom-nom-nom-nom-nom-nom. Menjünk már!
Kutatólaboratórium. Ettől összemegy az eredeti méretére. Ebben az almában és cukros lepényben óriás hangya antiszérum van. Most kiviszem az erdőbe. Benny már jó éhes lehet. Á, remek, igazán gusztusos. Majd ide csalja Bennyt. Hozom a hangya ketrecet. Hé, cukros kenyér. Gyerünk, Benny. Cukros kenyér. George, olyan furcsán érzem magam. Na hát, Benny, összementél a normál méretedre. Igen. Vigyázz! Megvagytok. Megyünk vissza a laborba. Mi csak, egy hangyányi cica. Biztosan evett ő is a kenyérből. De semmi baj. Kimegy belőled a szérum, és pár nap múlva megint rendes macska leszel. Ugye, hogy hangya nélkül nem ért el az étel? Mindig mondtam. Oda néz, nagyláb, visszajött. Akkor mi menjünk? Igazat mondott, nagyláb visszajött, én is megyek. Észre úr, mi elmegyünk. El? Csak nem. Csak igen, nagyláb jött, mi megyünk. Tönkre vagyok téve. Ahány favágon volt itt hagyott, és mindez a nagyláb miatt. Ki fogja a fákat kivágni? Hol találok segítséget? Hol? Munkásfelvétel. Ki tudja. Hát, ha valaki meglátja a hirdetményt, és segít nekem fát kivágni. Segítő kéz nélkül, mihez kezdjek? Oh. Netán munkát akartok, igen? Már meg is kaptátok. A három gyáva favágon megszökött a nagyláb miatt. Itt hagyta a nagyláb nyomát. És azok a gyávák rémülten elrohantak. De ha ti segítek, én elkapom a nagylábat. Gyertek, állítunk neki egy jó csapdát. Látjátok? Ez a csapda mindig csap. Most pedig elbújunk, nagyláb majd erre jön, és hopp, el van fogva. Gyertek e mögé, a nagyfa mögé. Jaj, nekem, oda a csapda. Ez a csapda az igazi. Nagyláb rálép erre a gajra, az ág megfeszül, és a kötél kioldja a hálót, mert ráhullik nagyláb fejére. Most elbújunk a kaiba mögé. Jön már, nagyláb! Rabul van ejtve! Medve? Te nem vagy nagyláb? El a szemem elől, te csapda tölteni! De a jó gazda fel nem adja. Szerkeztek egy jobb csapdát. A pontot összekötjük B ponttal. B pontot összekötjük C ponttal. És íme a csalhatatlan csapda. Amikor fogja a csirkecombot, hogy megegye, ezzel meghúzza a kötelet. Az felemeli a gerendát, az lecsúsztatja a fahasábot. Az neki ütközik a rugó kioldónak, a rugó kilövi a két hordót, és nagyláb már is a foglyom. Most megépítjük a csapdát. Utánam, jó favágóim! Helyezd a combot a tányérra, Jerry. Én pedig ráerősítem a kötelet. Itt, amit a igyekez. Nekem beszél lenned!
nagy láb a szörnyeteg. Nagy láb! Csak nem! Nagy láb ejtette fogjú Jerryt! Kiszabadítunk. A szörnyeteg Tomot is elfogta. Ne félj, Tom, jó gazdát kiszabadít a szörnyetek karmai közül. Engem is szabadítsatok ki! Engem is! Hogy? Ez meg mi? Segítség! Szabadítsok ki valaki! Nagy láb! Csak ugyan te vagy az! Igen, csak ugyan én. És te is olyan vagy, mint a többi. Sose fogtál volna el, ha nagylábam bele nem akad a kötélbe. Miattad voltam én ekkora gondban. Sajnálom, nem akartam bajt okozni. De engem mindenki csúfolt a nagylábam miatt. És ezért elmentem remetélek a hegyek közé. Csak akkor lopogottam a házad közelébe, amikor éhes voltam. Mindig erdőkerülő akartam volna lenni. De félek, hogy engem kinevetnek, még a fák is. Ez igen, ez aztán a remek ötlet. Kedves nagyláb, azt hiszem vége a nagyláb okozta problémáidnak. Erdőkerülő. Erdőkerülő úr, elhoztuk, akit már rég keresel. Egy szuperbiztos, tűzoltóbiztos erdőkerülőt. Azt látnom kell. Figyeld a tüzet, aztán majd meglátom. Tűz van, tűz van! Tűz, hol, hol? Á, ott, nézga, nézga, bámulatos. Tényleg jól jönne a háznál. Nekem lesz a legjobb erdőtűz oltóm a kollégák között. Tekints magad erdőkerülőnek. Igen, köszönöm, köszönöm. Hurrá, fiúk, erdőkerülő lettem. Erdőkerülő vagyok. Mekkora tüzeket fogok eloltani. Hurrá, fiúk, hurrá. Hölgyeim és uraim, már felsorakoztak az indulóhajók, és pillanatok múlva kezdődik a nagy motorcsónak verseny. Itt látjuk Sörhas sorhajókapitányt, a 18 000 lóerős hullámhasítóját. Továbbá Sir Neville Debilt, fantasztikus tengeri torpedóján. Valamint a floridai fenegyereket, Dögös Dennit, egzotikus légi motorcsónakján. És végül itt van Tom és Jerry a tökéletesen felszerelt dugós dingijén. És most már a bizottsági hajóról várjuk a startjelet. Uraim, akar beindítani! Ez nem egészen így volt elképzelve. És már is indul a verseny. Beindult! A nagy teljesítményű motorok hatalmas hullámokat vernek, amelyek visszavetik Tomot és Jerryt a startvonalhoz. Sir Neville Debil hihetetlen sebességgel sűrít a torpedóján. De Sörhas sorhajó kapitány ott van a nyomában. Kissé vontatott start után Tom és Jerry újra versenyben vannak. Behozzák Dögös Dennit, sőt, el is hagyják, és közelednek Sörhas sorhajó kapitány hajójához. Yeah. Fiskfüggöny neki! Yeah.
Dobby, gyere, igyekszik behozni a kitérő miatt elvesztegetett időt. A többiek fej-fej mellett közelednek az első bójához. Ó, Sir Neville Debil beszorult is! Dobby, gyere, elhúz mellette, a harmadik helyre kerül. És már el is hagyja Dögös Dennit. De sőt, a légimotorost is, sörhas sorhajú kapitányt is, Tom és Jerry az élen! De Dögös Denny nem hagyja magát. De nem ám. Másik sebességbe kapcsol, és a légimotoros a légbe emelkedik. Elhagyja sörhas sorhajú kapitányt. Elhagyja Tomot és Jerryt! Sir Neville Debil is itt hasítja már a hangokat, újra versenyben van. Még a légihajó vezet. De Sir Neville Debil már a sarkában van. És mindent bevet az első helyért. Kiváló szakértelmének köszönhetően elhagyja a légihajót, nyomban mögötte süvít a sorhajó kapitány, aki most a második helyezett, majd Tom és Jerry a harmadik helyen. A verseny a világító torony megkerülésével folytatódik. Sir Debil a sörhajó kapitány előtt fordul. Sőt, belé! Miáltal Tom és Jerry az élre kerül. Sir Debil kisebb javításokat végez a hajóján. Míg Sir Debil a hajóját javítgatta, Dögös Denny feltört a második helyre, és Tom és Jerry hajójához közeledik. A versenyzők elérték a külső szigetek közt húzódó gyötrelem csatornát. Tom és Jerry elhúz Sir Debil mellett, sörhas sorhajó kapitány mellett, és vezeti a mezőnyt, amikor elhagyják a külső szigeteket. De Dögös Denny megint nem hagyja magát, megint rákapcsol. És ő van az élen, amikor a furfangos forduló következik a móló alatt. Már a célegyenes csatorna bejáratánál vannak, de vigyázat! Egy cirkáló horgonyoz az útjukban! Vonal előtt. Ők nyerik a hátborzongatóan izgalmas versenyt. A tengeri motoros verseny győztesei Tom és Jerry! Joseph Barbera és William Hanna produkció. Rendezte Charles Nichols. Magyar hangok Szabó Otto, Detre Anna Mária, Újlaki Dénes, Csernák János és Gálvölgyi János. Magyar szöveg.
Thank you.